Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsivi vagyok, és úgy gondoltam, mielőtt nekiindulok egy nagy vadászatnak, összefoglaljuk, hogy melyek azok a pokémonok, amelyekkel legkönnyebben legyőzhetjük Raikót. Nos, ugye Raikó az egy elektrik típusú legendás pokémon, és hát ugye az elektromosnak elég nagy gyengesége a föld, ugyanúgy, mint a tűznek is. Nos, hát ugyebár szerencsére, amikor bejöttek a legendás madarak, rengetegen felkészültünk gólemekkel, mert ugye akkor az volt a favorit Rocktó, Stone Edge-el igazából szinte az összes madár ellen tök jók voltunk, szóval az úgy mehetett. Ennél fogva rengeteg gólemünk van, ha minden jól megy, és azokat szépen át tudjuk alakítani föld típusúvá. Nos! Hát nálam az a helyzet, ugye itt a két kis gólemem, a Legend Killer és a Wreck Queen, de ezek mellé kell majd még egy, mindenképp. Azt ivóvolni is fogjuk amúgy a mai videóban, mert fú, még réges-régen fogtam egy elég nagy Geodude-t. Az IV-ja csak olyan 86%, viszont hatalmas példány, ennél fogva nem is kell majd túl sokat rajta power-upolni. Ugye, itt lehet, van itt egy Rhydonom, 87%, talán ez még 1000 éves gyerekek, 2016 9. hóban fogtam. Vagy nem, keltettem elnézést. Neki már ugye az első támadás az tökéletes, Muscle-up, viszont ezt a Stone Edge-et le kell cserélni. Hát, az a nagy cumi ebben, hogy Megahornt is kaphat, meg Earthquake-et is. Szóval lehet, hogy lesz egy kis játszadozás a TM-ekkel, hát most majd ez a kis akciónk igencsak megkoptatja majd a Charge TM készletünket, de semmi gond, hát ilyenekre tartogattuk. Itt lesz Raikó egy hónapig, szóval azért nem árt, hogyha felkészülünk olyan pokékkal, amikkel úgy könnyűszerrel neki tudunk esni, mivel azért egy 4-5 emberkével már egész jól le lehet ütni, hogyha jól felkészült az a 4-5 emberke Rhydonokkal és gólemekkel. No de hát akkor kezdjük is a dolgokat. Átugrunk ide a TM-ekhez, hát kezdjük a Fast TM-ekkel, abból úgyis most van jó pár darab. És akkor a Muscle-upünk ott megvan, hát Legend Killernek a Rock Throw-ját átalakítjuk, egyből Muscle-upet ugye meg is kapja, mert ez a két támadása van, itt nincs nagy vacilálás. Drága kis Wreck Queen-ünknek is nyomatunk egy change-et, meg is van a Muscle-upünk, és akkor azt hiszem, várj, ennek a Rhydonnak milyen van? Ennek a Rhydonnak már Muscle-upja van. Hú, ez egy hatalmas Rhydon volt, ez semmit se power-up voltam, ha jól emlékszem, még Dórival fogtuk talán Szlovákiában. Ezt mindjárt le is csekkolom, basszus. Hol vagy, kicsike? Itt van ez a Rhydon. Igen, Pozsonyban van, jaj. Még a Szikla eventkor fogtam ezt a Rhydont. Az IV-ja nem a legjobb, de viszont hatalmas volt tényleg. HP az 15-ös neki, hogy kapja, mert miért nem az atakja. Na mindegy, nő is ugye megahornos. Hát lehet, hogy majd rászárunk egy Charge TM-et. Először is összeszedjük nagyjából, hogy mi a resources, milyen katonákat tudunk majd felállítani itt a Raikó ellen. Nos, hát akkor most jön az izgalmasabb rész, egy kis orosz rulett. Nyomassuk akkor a Charge TM-eket. Itt is van, hát ebből is van elég, de azért ezt mégse szívesen pocsékolja az ember, olyan ritka kincs. Habár néha előfordul, hogy hármat is kapok egy raidből, eddig kétszer volt olyan, hogy hármat kaptam egy raidből, hát csak pislogtam, mert tényleg az azért elég epic dolog. Na akkor kezdjük a Stone Edge. Felejtsd a Stone Edge-t és kapj egy Earthquake-et! Ezt szeretem az ilyet. Jól van, akkor az első pokénk az készen is áll. A kis Rhydonunk megkapta. Következő. Most elmondom, hogy el ne felejtsem. Van itt ugye a Dragonite. Lehet csinálni fogunk még egy Dragonite-ot, mivel láttam egy olyan videót, ahol 4 emberke, 3 Dragonite-ja volt, meg 3 Rhydonja. És úgy estek neki, mivel a Dragonite-nak ugye hatalmas a DPS-e, nagyon tudja gyepálni az elektromos is, csak hát ugye ő Flying és Dragon, ugye? Mutasd a tested. Flying Dragon típusú. Nála az a cumi, hogy ugye visszafelé is szuper effektív a Raikó. Hát minden esetre a videóban eléggé gyepáltak vele a srácok, szóval bizonyára őt is be fogjuk majd vetni, mert hatalmas a DPS, és hogyha úgy többen vagyunk, de ők is csak 4-en voltak, és mégis legyalázták. Ügyesek voltak, hát ennyi. Jó, őt is be fogjuk vetni, ő is benne lesz szerintem az arzenálba. Na de akkor térjünk vissza a Charge TM-ekre. Nem akartam, hogy elfelejtsem itt a mondókámat. No! És akkor jön Legend Killer. Hát ugye a Stone Edge-en kívül ilyen Rock Blast meg ilyen hülyeségeket is kaphat. De hát remélhetjük, hogy az Earthquake-et azért beadja neki. És ott van, basszus! Nagyon adja.
Tehát tudja a játék, hogy mire van most szükségünk, nem? Jó, kicsike drága, Requeen-ünket is megpumpáljuk egy icipicit. Na mutasd kedves, kapj egy györkvéket te is. Rogue lesz, persze azért nem mehet minden olyan simán. Itt azért már becsúrant. Egy kis malőr. Roblastot még egyszer. Örkvék, jól van, ide is megkaptuk, nem is. Eddig nem is olyan rossz a téma. Akkor számoljunk. Eddig már három pokénk megvan, ami tökéletes CP-vel, IV-val rendelkezik. Szóval, a fele banda már megvan, plusz ott a Dragonite, 4. Ja, meg ugye gyerekek, ne feledjük, hogy van itt aztán olyan titkos fegyverünk, hogy Besa Behu. Mindjárt mutatom, az öreg harcos, Isten, ez a Senseless, mi, mutasd. Még Szegeden fogtam 2016. 8. hó 9-én. Szerintem emlékszem is erre a videóra, basszus, szerintem ez az a videó volt, amikor először láthatatok úgy engemet. Szóval nem csak egy kis képernyőfelvételt, hogy beszél ott valami hülye háttérbe. Igen, igen, emlékszem. Ez egy brutál nagy Flareonnal együtt ivó voltuk talán. Ó, jók ezek a kis retro feelingek így visszagondolni rá. Hát itt van a Senseless-ünk, akinek tökéletes támadása van jelenleg, Machot, Örkvékkel. Hát neki a DPS-e nem egy olyan Giant, mint a többinek, de azért fel van húzva ő is szépen. Elég 2000 pluszos a CP-je. XL-es a kis sündisznónk. Nem is tudom mi ez. Hát valami süni. Vakond. Vakond meg süni keresztezése. Nos, hát van itt egy ilyenünk is, ami úgy vészesetére azért bevethető. Amúgy eddig mindig berakta a Raikou fightoknál, úgy a második sorba. Ja, nem a toppa a DPS-e, de hát azért van egy ilyenünk is. Mellesleg megjegyezném. No, akkor most mi van? Várjál, a Requeen-nek megcsináltuk a támadást, meg. Hát akkor most az van, hogy előkeressük a Geodunkat, és akkor a szépen evolvoljuk. Hol vagy, baby? Geodude, te egy 956-os Geodude, gyerekek. Hatalmas Giant. Úgy, ja, ide van írva a CP, hogy ennyi lehet neki max talán 40-esen, vagy 39-esen? 39-esen. Lényegtelen is. Gyors, egy kis kitérő. Ugye bejött most egy új APK file, amit még nem tudsz frissíteni, viszont már letölthetsz a Mirrorról. Ami azt tartalmazza, hogy mostantól ki lehet húzni fullra a pokékat. Hát ezek kicsit átvertek minket, mert nem lehet kihúzni fullra, mivel csak 39 és feles szintig engedi. Ugye van egy bug, aminek a segítségével kihúzhatod 40-es szintre a pokét. Erről majd csinálunk hamarosan egy videót, mert az espionomat ki fogjuk húzni 40-es szintre, mert az akkor kereken 3000. És az bomba jó. Az nagyon jól néz ki. Nos, és ugye beharangozták, most már ki lehet húzni max szintre, láttam, sokan neki is lendültek, és egyből ugye a 39-es szintű pokéjukat power-upolták, hogy majd felviszik 40-re, de 39 és félnél ismét eltűnt a Power Up button, szóval nem lehet fullra kihúzni, csak level 39 és félre. Hát lehet, hogy 39-el akkor ismételten eszközölni kell azt a bugot. Majd megnézzük, hogy működik, biztos, hogy működik. Na de akkor evolvoljuk a kis Geodunkat, csak ezt mindenképp el szerettem volna mondani, hogy aki esetleg régen abban a hibában esett, hogy kimaxolta, ugye a pokéját 39-re, és nem ismerte még azt a bugot. Most ismét megcsinálhatja level 40-re, ha szeretné, mert látjátok, ez nem csalás, hanem ez egy bug, amit javítanak, csak most ismét szerintem szarul javították, vagy nem tudom, valami baj van itt az arcban. Közben itt a kis gravelünk már 1465-ös a gravel, te jó ég, mekkora dög. Jó van, és akkor 100 candy-t eldurrantunk most egy golem evolve-ra. Sokat sétáltattam amúgy, nem is tudom melyik geodút, talán ezt, rengeteget sétáltam vele. Na nyomassuk akkor az evolve-ot. Szóval nyugodt szívvel lehet level 40-re power-upolni, mert ez egy bug. Még egyszer ismétlem, bug, nem csalás. Itt a gólemünk, jaj de kis cuki. Átlag súlya, masszlep örkvég támadásra, gyerekek! Rajta akkor nem kell sokat. Nem kell sokat cincálni, TM-eket nem pocsika, itt van 186 km már ezzel sétáltam. Jaj, a nevét átírjuk már. Szeretném, hogyha ennek a gólemnek is egy nevet kitalálnátok, azt várom kommentbe. Mert eddig olyan jó kis nevek. Jött a Legend Killer, jött a Requeen, azt is ti adtátok. Szóval kérek egy gólem nevet ismételten. Valami kis kreatívat. Na de ezen csak húzzunk már egy kicsit, gondolom pumpálni kéne, ha már itt vagyunk.
igazából ilyen 2500 fölött már nem nagyon éri meg power up-olni, mivel az atak nem nő olyan hű de nagyot, szóval mi se igazán fogunk itt erőltetni, amíg ilyen 40-eket ad hozzá, addig toljuk szépen neki, utána viszont itt már csak 20-at ad. Ott már a zsimi szája, ott már bittyed. Nem szeretem ezt nézni, hogy ennyi dust és csak 20-at pumpál rajta, de 2500 felé mindenképp fel szeretném juttatni. Így is van. Perfekt, perfekt szerintem. Jó, nézzük akkor dolg. Uprise, Wonder, Defense, a Defense X-híres, 14-es talán az atakja. Mindegy lényegtelen, mert így azért ez tök jó. Maslap örtvéke megvan, akkor úgy állunk, hogy állunk. Gyerekek, van a Raidonunk, Legend Killer, Requeen, utána ott a kis gólemünk alul, annak kérem a nevet. Van ugye a Dragonite-unk, itt fölül, az még oda tökéletes DPS lesz, szerintem. Alul van egy Senseless-ünk, amit akár még be lehet vetni, de egyelőre azt hiszem, hogy sajnos nem tudtam Rhyhorn Nestet levadászni, meg Geodurot se, hogy több kis pokét elő tudjunk állítani a Raikou killnél, de szerintem ez is tökéletes. Így bőven megvagyunk. Jól van. Mindent elmondtam, hogy szerettem volna. Volt az elején egy kis képzavar a fejemben, hogy a Stone Edge is ugyanúgy fasza ellene. Nos, a sziklatípusú támadások azok csak egyszeres sebzést adnak az elektromos pokénak, amíg a Ground Type az dupla sebzést ad nekik. Szóval hát, ha tehetitek, akkor mindenképp Maslapre az kötelező átváltani a gólemeket, és hogyha van úgy csás ilyenetek, akkor Earthquake-et is mindenképp adjatok neki, mert a Stone Edge jó, de az Earthquake sokkal jobb, és hogyha szeret, és hogy kicsit húzós, úgy kevesebben vagytok a városban, és mégis szeretnétek leütni, akkor jó, hogyha mindenkinek jó támadással rendelkezik a gólemje, mert akkor ugye mégiscsak easy-ba a raid boss fight. Jó van, srácok, akkor megvan a csapat! Gólemek 6-ba álltak, Raidon ott van, Senseless, az mindenképpen, vagy csak retróból is, az olyan menő, végre tudom használni a drágát, annyira szerettem régen ezt a pokét. Jó, most azok, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett nektek ez a kis útbaigazítós videó, akkor csapassatok ide egy hatalmas lájkot, és ha szeretnétek látni a Raikou fightokat, amit majd velük véghez viszünk, akkor mindenki, véghez viszünk, ezt milyen szépen mondta, amit majd velük véghez viszünk, akkor mindenképp iratkozzatok fel itt lenne a csatornámra. Hamarosan találkozunk, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!